Átadták ma az M4-es gyorsforgalmi út, Cegléd-Üdülőúti csomópont és az Abony nyugati forgalmi csomópont közötti szakaszát. Erről is szó lesz bővebben a mai híradóban, de most lássuk további híreinket röviden. Az NKM határozza meg a közvilágítás be- és kikapcsolásának időpontját. A város költségvetéséből újabb utakat fejlesztenek Cegléden. És kerékpáros akciót tartott ma a ceglédi rendőrkapitányság. Ez itt a Iradó kedden a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Átadták ma az M4-es gyorsforgalmi út, Cegléd-Üdülőúti csomópont és az Abony nyugati forgalmi csomópont közötti szakaszát. A beruházással megvalósul a 4-es számú főút melletti települések tehermentesítése, továbbá javul a tápióság településeinek megközelíthetősége és biztonságosabbá válik a közlekedés. Ma átadták az M4-es gyorsforgalmi út egy újabb szakaszát. Az ünnepségen Mosóczi László, a közlekedés politikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott, Magyarország egyik legforgalmasabb és egyben igencsak balesetveszélyes útja az M4-es. A kormány mindent megtesz azért, hogy biztonságosan tudják használni a közlekedők. A kormány kiemelt feladatának tartja, hogy országszerte bővüljön és megfelelő műszaki állapotban álljon rendelkezésre a közúthálózat. A rendszerbe foglalt és a kormány által is jóváhagyott 2024-ig tervezett közútfejlesztési projekteket keretbe foglaló útprogram teljes költségvetése mintegy 3200 milliárd forint. A magyar gazdaság megerősödésének köszönhetően a forrásmennyiség nagyobbik hányadát, 1800 milliárd forintot a hazai költségvetésből fedezzük. A programon részt vett Földi László is. A térség országgyűlési képviselője elmondta, az M4-es gyorsforgalmi út megvalósulásával egyre nő a befektetők érdeklődése is a térségben. Annak idején, 2006-ban azzal kampányoltak ellenfeleink, hogy majd meglátjátok, 2010-re már a határig fogunk tudni menni az M4-en. Aztán 2010 elmúlt, és nem lett belőle semmi. Aztán nagyon örültem annak, mert azért Szolnok megyei képviselőkkel összetudtunk dolgozni annak érdekében, hogy ostromoljuk a magyar kormányt az M4-es autópálya megépítésére. Én annak idején 2010-ben parlamenti szűzbeszédemben pontosan az M4 megépítését szorgalmaztam. A beruházással kapcsolatban Tarnai Rihárd, a Pest megyei kormányhivatal kormány megbízottja is örömét fejezte ki. Az átadón részt vett Pántya József is, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT igazgatója úgy fogalmazott, a beruházással a baleseti statisztika jelentősen javulni fog, ezért is tartják fontosnak, hogy amint elkészül egy szakasz, átadják a forgalom számára. A jelenlegi 10,8 km műszaki szempontból kettő részre osztható, az első 4,8 km-én a kétszer egysávos főútból átépítéssel alakult ki a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, 26,6 méteres koronaszélességgel, 3,75 méteres forgalmi sáv szélességgel. Ezen a szakaszon megépült a 31-16-os jelőútnak a korrekciója, valamint a ott található töltőállomás környezetében kialakult a gyorsforgalmi utakon már megszokott komplex pihenőhely. A cél, hogy a ceglédi csomópont is a szakasz elején található Albert Hirsáig tartó 3 kilométeres szakaszt idén szeptemberben átadják a közlekedők számára, mondta Pántya József. Ma az M4 gyorsforgalmi út, Cegléd-Üdülő úti csomópont és az Abon nyugati forgalmi csomópont közötti szakaszt adták át. Meghatározott adott naptár szerint kapcsolnak be és ki a közvilágítás lámpái. Ezt a tájékoztatást kapta az önkormányzat az NKM áramhálózati Kft-től. Ők határozzák meg, és eltérni attól nem lehet. A szolgáltatót azért keresték meg, mert egyre többen sérelmezik, túl későn kapcsol be és túl hamar kapcsol ki a közvilágítás. Ezért sokszor sötétben, szinte bugdácsolva kell közlekedni.
A közvilágítás ki- és bekapcsolása egy tapasztalati úton meghatározott, a napkertéhez és a napnyugtához igazodó, az MKM áramhálózati Kft. Elosztói üzletszabályzatában rögzített közvilágítási naptár szerint történik, melyet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal hagy jóvá. A szolgáltató a közvilágítás bekapcsolása szempontjából két körzetet különböztet meg, keleti, valamint az észak-déli és nyugati körzetet, melyhez Cegléd is tartozik. A közvilágítási naptár az év összes napjára vonatkozóan tartalmazza a bekapcsolási és a kikapcsolási időpontokat az adott évszaknak megfelelően. Ezen időpontok már hosszú évek óta változatlanok, semmilyen összefüggésben nincsenek a hagyományos lámpatestek, ledes lámpatestekre történő cseréjével, írja közleményében az önkormányzat. A naptár szerint 10 napos ciklusokban egész évre meghatározott ki- és bekapcsolási idő szerint történik a kapcsolás, melynek vezérlését számítógépek végzik, azaz a rendszer teljesen automatizált. A rendszer az időjárási körülményeket nem tudja figyelembe venni, így előfordulhat, hogy borús, esős idő esetén a lámpák kikapcsolásakor vagy bekapcsolásakor még sötét van, mely valóban zavaró lehet, írják. A naptárban jelzett időpontokhoz képest 1-2 perc eltérés is előfordulhat, miután a közvilágításhoz hasonlóan az országosan vezényelt éjszakai áram is rádiófrekvenciával vezérelt. Ha mindkettő bekapcsolásának időpontja egy időbe esik, a közvilágítás pár perccel később kapcsol. A közvilágítási naptár csak az NKM áramhálózati Kft. Körzeteire vonatkozik, így olyan városokban, ahol nem az NKM a szolgáltató, a közvilágítási naptár, így a lámpák ki- és bekapcsolásának időpontja ettől eltér. Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint a közvilágítás vezérlése szempontjából Cegléd alállomásnak minősül, mely alállomáshoz több önkormányzat is tartozik Cegléden kívül. Cegléd leszakaszolása önmagában nem lehetséges. A közvilágítási naptár módosításához az összes többi, az alállomáshoz tartozó önkormányzat hozzájárulása és az ehhez kapcsolódó költségek viselése szükséges. A város költségvetéséből újabb utakat fejlesztenek Cegléden. A kivitelező Flaster Kft. Ma kezdte a munkálatokat az új város szélen. A beruházás során mintegy 10 utcában végeznek útalap építési és javítási munkákat. A Flaster Kft. Munkatársai ma már javában dolgoztak az újváros szélen. A markológéppel kiszedték a tükröt, ezután pedig darált betonterítést és martaszfaltot kap az út. De nem csak az újváros szélen, az Aranymedgyes utcában, a Csíkos szélen, a Népdal utcában, a Budai úti Kálmán utca, a Budai úti Zrínyi utca, a Posta dűlő, a Kávária utca, a Rigó utca és az Akasztószél 13-17-nél is végeznek majd útalap építési és javítási munkákat. Bizonyos utcákban a tükör kialakítása után darált betonos terítést szórnak, illetve martaszfaltos kiegyenlítést végeznek, más utcákban pedig a meglévő útalap kap martaszfalt terítést. A beruházás a város költségvetéséből valósul meg. Kerékpáros akciót tartott ma a Ceglédi Rendőrkapitányság. A város több pontján figyelmeztették a szabálytalankodókat. A leggyakoribb hiba a járdán való kerékpározás volt, de sokan nem vették figyelembe a behajtani tilos táblát, valamint nem szálltak le a bicikliről a gyalogátkelő helyen. A rendőrség célja elsősorban nem a büntetés, hanem hogy felhívják a kerékpárosok figyelmét a szabályos közlekedésre. Ezt a két kerékpározó kisfiút a Kossuth térnél állították meg a rendőrök ma délelőtt. Nem voltak körültekintőek, amikor befordultak a kereszteződésnél, és arra sem figyeltek, hogy a kisebb gyerek menjen elől. A rendőrök elmagyarázták a fiúknak, hogy mindezekre figyelni kell. Tesó megy előtted, ha látod, hogy nem jól közlekedik, akkor szólsz rá hangosan, hogy tedd ki a kezed, fordulj jobbra, tedd ki a kezed, fordulj balra. A Ceglédi kapitányság két kerékpáros rendőre ma a város több pontján is figyelte a bicikliseket. Itt a belvárosban alig fél óra alatt 10 szabálytalankodót állítottak meg. A leggyakoribb hiba az volt, hogy a járdán kerékpároztak, ez pedig szabálytalan. Csupán 2 eset van, amikor megengedett biciklizni a járdán. Az első eset az, amikor az úttest alkalmatlan arra, hogy azon kerékpározzanak, a második eset pedig 12 év alatti személy közlekedhet a járdán, abban az esetben, ha az úti célja ugye főútvonalat érint, mivel 12 év alatti személy főútvonalon nem közlekedhet, ebben az esetben mehet föl a járdára, és tekerhet lényegében a járdán. A biciklisek gyakran a behajtani tilos táblát sem veszik figyelembe, és szembe mennek a forgalommal. Ez is nagyon balesetveszélyes, és szintén szabályszegésnek minősül. Mivel a kerékpár járműnek minősül, a kerékpáros
járművezetőnek. A behajtani tilos tábla hatály alatt minden járművezető részére tilos a behajtás. Abban az esetben lehetne kerékpárral behajtani, ha lenne egy kiegészítő tábla, hogy kivéve kerékpár, és Cegléden ilyen behajtani tilos kiegészítő táblával nincsen. A kerékpárosok zöme azt sem tartja be, hogy a zebránál le kell szállniuk és át kell tolni a biciklit a gyalogátkelő helyen. A rendőrség célja a kerékpáros akcióval nem elsősorban a büntetés, hanem a figyelemfelhívás, vagyis hogy a biciklisek tartsák be a szabályokat, hiszen így kisebb eséllyel válnak baleset áldozataivá. Sózsanett törzsőrmester elmondta, természetesen vannak jó példák is, de sajnos a helyesen közlekedőkből van jóval kevesebb. A tervek szerint a nyár folyamán több a maihoz hasonló kerékpáros akciót is tartanak, és nem csak Cegléden, hanem Abonyban is. Ifjúsági játéktábort szervezett a gyermekkönyvtár, ahová 12 éves kortól várják a gyerekeket. A változatos programok között szerepel íjászat, lovas, kocsizás és társasjátékkészítés is. Első alkalommal szervezett ifi játéktábort a felsős korosztálynak a gyermekkönyvtár. A 12 éves vagy idősebb diákokat várják a héten az intézménybe. A programok főszervezője Jeneiné Ecseri Marian, az ifjúsági könyvtár vezetője. Ennek a tábornak inkább az a fő célja, hogy még azért gyereknek tartsuk meg őket, tehát a játék szeretetét, magát, az, hogy milyen élmény a játék, nem csak a kockolással lehet jól eltölteni az időt. Hát komoly kihívás, mert ekkorákat még nem táboroztattam, és azért sokkal nagyobb igényük van a mozgásra, meg arra, hogy le legyenek kötve. De azt hiszem, hogy egyelőre még nem fogyasztottak el, de majd pénteken újra nyilatkozom, hogy túléltem-e, vagy mi történt. A tábor minden napjára különleges programokat szerveztek. A tábor során minden napra valami extrém dolgot próbáltunk beiktatni. Tegnap volt a Tekken, ma voltunk vízibombacsatázni, számháborúzni. Holnap a regehűlovastanyára megyünk egy ilyen egésznapos kirándulásra. Csütörtökön meg szabaduló szobázni, megyünk meg kalandparkozni. Pénteken meg egy palacsintapartival zárjuk a hetet, és akkor reméljük, hogy lemerülnek a hétvégére a gyárkőszök annyira, hogy a szülőknek is lehessen pihenni egy kicsit. Antal Kászon 12 éves és a katolikus iskola diákja. Elmondta, hogy a tábori eseményeket képek és emojik segítségével egy élményfalon is követhetik. Azokat a gondolatokat jelképezik, amivel idejöttünk tegnap a táborba, és amivel megérkeztünk, és amilyen érzések vannak bennünk mindig, és a lendületünket. A mai programról is elégedetten nyilatkozott. Ma délelőtt kimentünk a Gubodi Parkba és számháborúztunk, utána pedig vízibomba csatáztunk. Érdekes volt, tehát fiúk a lányok ellen volt a számháborúban két menet, egy első menet és egy visszavágó, és aztán voltak vegyes csapatok is, így játszottunk négy számháborús menetet és egy vízibombás menetet, mivel a vízibombák 3 percig tartottak összesen. A könyvtár a nyáron több színes programmal is várja a kis olvasókat, jelenleg 3 tábor zajlik az intézményben. Újabb különleges kiállítást állított össze dr. Leitner József. Csemőben előzetes bejelentkezés után láthatók régi fényképezőgépek, lemezjátszók, és persze hallhatók az emlékek, hiszen a nyugalmazott testnevelő tanár sok mindenről tud mesélni. Újabb kiállítást állított össze dr. Leitner József. Csemőben saját házában látható számos fényképezőgép, lemezjátszó. De ha valaki ellátogat Csemőbe, sok más izgalmas dologról is hallhat. Amikor negyedévesek voltunk a gimibe, akkor a barátommal éjszakásra kértük magunkat szeptember-októberre. Most már ebbe belehalna egy magyar gyerek most. Biztos. Mert akkor este 10-kor leszálltunk a bányába, Dorogon. Én urasági csillés voltam, szenet toltam a csillékbe. És reggel 6-kor jöttünk föl, akkor mentünk az állomásra, az olyan 8 kilométer. Mi, a barátom Dorogi volt, én meg esztergomi. Hozzánk mentünk föl, akkor majdnem egy vekni kenyeret megettünk, zsíros kenyeret, meg 2 liter tejet. Dr. Lertner József gyűjteményéről hamarosan bővebb tudósítást is láthatnak. Háttér vendége Kis Miklós Nyársapát polgármestere lesz. Ez pedig a Híradó volt kedden itt a Ceglédi Városi Televízióban, friss hírekkel legközelebb holnap este 6-kor jelentkezünk, de tartsanak velünk a továbbiakban is.